Felszólalásra jelentkezett Gurmai Zita képviselő asszony, MSZP, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, képviselőtársaim, államtitkár úr. Van egy tudományos, fantasztikus könyv, Asimov írta. Az a címe, Alapítvány és Birodalom. Az jutott eszembe akkor, amikor kiderült, hogy a kormány az állami vagyont fideszes alapítványokba akarja kimenteni. Így akarnak önök is birodalmat építeni 2022-re, amikor majd elveszítik a választást. Csak hogy ez a történet se nem tudományos, se nem fantasztikus. Ez a szomorú magyar valóság. Gyalázatos eljárás ez, mert felrúg minden demokratikus szabályt. A Fidesz-KDNP a saját zsákmányává kívánja tenni az országot. Amikor legutóbb itt a parlamentben a mezőhegyes méresbirtok kiszervezése kapcsán szóvá tettem, Lázár János úgy próbált kisiklani a konkrét válaszok elől, hogy a méresbirtok fejlesztéseit ecsetelte, és meghívott, hogy látogassa meg a gazdaságot. Az igazi kérdés azonban nem az, hogy milyen beruházások valósultak meg ott, hanem hogy miért nem maradhat állami kézben ez a páratlan nemzeti kincsünk. Választ erre azóta sem kaptam. Ezért most megismétlem a feltett konkrét kérdéseimre, konkrét válaszokat várok. Nem a szokásos fideszes vagdalkozást és visszamutogatásra számítok, hanem a konkrét kérdésekre adott konkrét és pontos válaszokat. Kezdjük ott, hogy a mezőhegyes méresbirtok csak egy kézben tud működni, csak így fenntartható. Az egyik legfontosabb teendő tehát, hogy a terület egyben maradjon, és ne cincálják szét a befektetők. Ennek még néhány éve is reális veszélye volt, amikor Simonka György és köre darabokra akarta szabdalni és felvásárolni a méresbirtok értékes földjeit. Jó, hogy ez nem történhetett meg, ennek azonban megvolt az ára. Ez pedig Lázár János kormánybiztos úr térnyerése. Ő miután elvesztette befolyását a Hódmezővásárhelyi önkormányzatban, most mezőhegyesen állami pénzből elkezdte fejleszteni a méresbirtokot, majd az új alapítványon keresztül próbálja megszerezni azt. Lázár János kormánybiztos legfontosabb mondat az volt, hogy a birtok nem lesz eladható. Ugyanakkor a javaslat az állam részére 90 napos elővásárlási jogot állapít meg. Akkor most hogy is van ez? Hisz az elővásárlási jognak általában az a lényege, hogy ha azzal a jogosult nem él, akkor azt bárki megvásárolhatja. Ebben az értelmezésben a birtok tehát eladható lesz. Az első konkrét kérdésem tehát az, jól értem-e, hogy a tulajdonos eladhatja azt a ménesbirtokot, amit ingyen kapott az államtól? A második kérdés. A ménesbirtok finanszírozásával kapcsolatos. A TPER 15.710 számon benyújtott közfeladatokat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló javaslat, az 1.1 paragrafus 4. bekezdése nagyon érdekesen fogalmaz. Szó szerint idézem, Magyarország mindenkori költségvetésének tervezésekor előre sorolt tényező a közfeladatokat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelés útján történő, illetve a közfeladat ellátásához közvetlenül szükséges finanszírozási feltételeinek biztosítása. Ez magyarul azt jelenti, hogy az alapítványi minden haszon és előny, a nyerességet nem hozó területek viszont továbbra is az állam finanszírozza. Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy a Fidesz kormány azért intézi ezt így, hogy a választási vereségük után az új kormány nyakába löcsöljék a közfeladatokkal járó kiadásokat, miközben a kiszervezett vagyon által keletkezett nyereség pedig a fideszes alapítványé. Második kérdésem tehát az, igaz-e, hogy az olyan közfeladatokat, mint a lótenyésztés vagy a tanoktatás nem az alapítvány bevétele fogja finanszírozni, hanem a magyar állam? A harmadik aggályos terület a foglalkoztatás. 2016-ban még maga Lázár János is azt mondta, hogy mezőhegyesen minden emberre szükség van, minden dolgozó munkájára igény tart. Ehhez képest azóta semmi sem javult, sőt romlott a helyiek foglalkoztatottsága. Csak nem 200 embert bocsátottak el, és a helyi lakosokat importált munkaerőre cserélték. Lehet ezt persze egyedi esetként magyarázni, de 200 ember esetében nehezen tudom elképzelni, hogy mindenkinek probléma volt a magatartásával, vagy éppen a szakmai tudásával. Szeretnénk tehát arra is konkrét választ kapni, hogy a kormánybiztos úr kinevezése óta hány embert bocsájtottak el, és hány mezőhegyesi munkavállalója van most a ménesbirtoknak.
Egyszerű kérdések ezek, ezért konkrét és egyértelmű választ várok. Lázár János további ígérete volt, hogy a felújítások során lehetőséget kapnak a helyi vállalkozások is. Ehhez képest a munkálatok során a legtöbb megbízást a várostól teljesen idegen vállalkozók kapták. A konkrét kérdésem ebben az esetben is egyszerű, mekkora volt a kivitelezők között a helyi vállalkozók aránya? Feltűnő, hogy az alapítványi kiszervezés nem tér ki a mezőhegyesi műemléképületekre, azok felújítására és állagmegóvására. Ráadásul a törvényből az is kikerült, hogy az épületek műemlékvédelem alatt állnak. Csak nem arról van szó ebben az esetben is, hogy a fenntartási költségeket az állam nyakán hagyja a működés hasznát lefölöző fideszes alapítvány. Kérdezem tehát, hogyan, milyen pénzből képzelik ezeknek az ingatlanoknak a fenntartását, állagmegóvását? A legnagyobb veszélyt pedig a végére hagytam. Azt a veszélyt, ami Mezőhegyes és polgárainak szabadságát illeti. Az állami vagyonok alapítványi kiszervezése általában egy egyetem vagy egy város teljes területének egy kis részét érinti. Mezőhegyes esetében azonban a település és környékének a 80-90%-a kerül alapítványi befolyás alá. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag megszűnik a település függetlensége, Mezőhegyes szinte teljes egészében fideszes magánkézben levő hűbérbirtokká válik. A továbbiakban az ott élők és dolgozók mindenben ki lesznek szolgáltatva az alapítványnak. A mostani terjeszkedés látva soha nem lehet tudni, hogy kinek az ingatlanjára fognak szemet vetni. A helyi tulajdonosok földjei körbe lesznek véve az alapítvány által birtokolt területekkel. Nincs semmi biztosíték arra, hogy nem akadályozzák őket semmiben. Ez pedig együtt járhat azzal, hogy a tulajdonosok rákényszeríthetők lesznek arra, hogy eladják a földjüket. Ugyanez érvényes bizonyos majori lakóépületekre is. Több olyan lakás van, ahol a tulajdonos, ha kilép az ajtó elő, és már is az alapítvány területére lép. Az alapítvány belefolyhat az egész város fejlődésébe. Ekkora hatalomkoncentráció birtokában bármilyen vállalkozás ellehetetleníthető. Lassan senki sem érezheti magát biztonságban. Bárki, bármelyik pillanatban eltávolítható. Utolsó kérdésem tehát az, milyen konkrét garanciákat tud adni az állam, hogy az előbb felsorolt problémák nem keserítik meg a mezőhegyesi emberek életét. Jó magam, úgy vélem, az eddig felsorolt kérdéseket és problémákat és aggályokat csak egyfajta módon lehet kiküszöbölni. Úgy, hogy a kormány visszafordítja ezt a folyamatot, és a mezőhegyesi termőföld, valamint a mérnes birtok továbbra is állami kézben marad. Higgyék el, ez az egyetlen racionális és mindenkit megnyugtató megoldás. Ja, és még valami. A beszédem elején említettem Asimov regényben elbukott és felbomlott a birodalom. Önökkel is ez fog történni. Törődjenek bele. Köszönöm, hogy meghallgattak.